Rendhagyó agyműtét zajlott egy londoni kórházban. A paciens az operáció alatt folyamatosan hegedült, így a sebészek biztosak lehettek benne, hogy a daganat eltávolítása közben nem történik olyan mozdulat, ami kárt okozna az agyban. Dagmar Turner egy 53 éves hegedűművész, egy dél-angliai zenekar, az Isle of Wight Symphony Orchestra tagja. 7 évvel ezelőtt diagnosztizáltak nála egy lassan növekvő daganatot, ami most lett akkora, hogy eltávolítása elkerülhetetlenné vált. A műtétet irányító sebész Kiyomar Ashkan professzor a jobboldali lebeny idegsejtjeinek védelmére találta ki a hegedű szóval zajló operációt. A daganat nagyon közel alakult ki a finom mozgásokat koordináló agyi központhoz. A King's College Hospitalben évente 400 daganatot távolítanak el.